kedves nézőink, Tóth Kati Marosvásárhelyi énekes, a Táncdala, Rocka, Jazz hiteles előadója 2012 végén karácsonyi dallal köszöntötte a közönséget. Orosz Pál József szerzeménye tökéletesen talál Katihoz, hiszen van benne báj, dallam is, harmónia. Ezúton jusson el mindannyiuk házába a karácsonyi álom. Rövidesen itt lesz velem a dal szerzője is, addig nézzük meg ezt a dalt, hallgassuk meg ezt a dalt. Tóth Katit és Orosz Pál Józsefet köszöntöm a stúdióba, szervusztok! Köszöntöm, mi is köszöntünk mindenkit, nézők! Nekem ez most nagyon tetszik, tehát Tóth Kati marosvásárhelyi, Orosz Pál József székelyudvarhelyi. Az most nagyon tetszik, hogy Csíkszeredát egy író, Marosvásárhelyt egy énekesnő, és székelyudvarhelyt egy jazzzongorista képviseltem az Erdély Figyelőbe. Igen. Az iménti hangulatos karácsonyi klippet
illetve klip milyen körülmények között jött létre? Azt úgy szándékosan karácsonyra írtátok? Ez a klip, őszintén megmondom, hogy egy közismert dalra, illetve annak a mintájára készült, Johnny Mitchellnek, egy country énekesnőnek van egy nagyon szép dal, aminek az a címe River, és nyilván angol nyelven megszólal egy kicsit melankolikusabb szöveg, ugye figyelembe véve az, hogy karácsonykor nagyon csili-vili, szeretetteljes hangulat van, ami egyébként ebbe a dalba is létezik, csak egy picit szomorkásabb, és nagyon tetszett, ezért úgy döntöttem, hogy kis segítséggel, vásárhelyi producerek, illetve szövegírók segítségével megszületett a magyar verziója, amit elsajátítottam én, magamévá tettem, úgymond. És Jocó segített ennek a zenei kivitelezésében. Az ongora részt, azt ő, igen, és gyönyörűen feljátszotta, és akkor így megszületett ez a közös, és nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy egy zongora legyen, legyen teljes hangszerelés, mert nagyon egyedi és szép a hangulata így egy zongorával. Kati, te hogyan kerültél a zenei pályára? Hogy történt, a zene választott téged, vagy te választottad őt? Hát a szüleim mondták el, amikor pici voltam, akkor én választottam az óvodába az asztalt, amire felálltam, és énekeltem, és szerepeltem, és a zene nagyon, nagyon muzikális voltam egytől a kiskoromban, és nyilván az ők segítségükkel elkerültem zenei oktatásba, részesültem, megkerültem a művészetibe Marosvásárhelyen, és ott elkezdtem hangszeren tanulni, zeneelméletet tanulni, mindenfélét, és hát a zene az egy ilyen állandó faktor volt az életemben, és akkor elkezdtem énekelni úgy komolyabban, meg foglalkozni vele, és hát itt vagyok most. Hogy a médiában megjelent ugye a vokál, illetve énekkel különböző saját dal, meg videoklippek, meg mindenféle. Hagyjuk Jocót is megszólalni, nagyon kíváncsi vagyok. Tehát róla tudni kell, ugye, hogy egy nagyon profi jazz zongorista, a Delafunk együttesnek egyik oszlopos tagja. Nos, igen. Hogy találtok egymásra Katival? Hát a Delafunk zenekaron keresztül kerestünk egy énekesnőt, láttuk Katit több helyen fellépni, és akkor úgy döntöttük, hogy megkeressük őt egy közreműködés alkalmából, és így a Delafunk tagja lett, vagy együtt létrehoztuk egy ilyen projektet, több koncerten vettünk részt, és akkor Kati jött az ötlettel, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen akusztikus duót, ahol zongora meg ének felállásban pár dalt így összehoztunk meg. És így tulajdonképpen így a Delafunkon keresztül. És mennyi ideje? Tehát most már? Hát elég friss. Hát így a Delafunkkal már jó ideje. Uh-huh. És másfél éve kb. A Delafunkkal, de így külön, hogy csak ketten. Ez egész friss, már nem tudom, 2-3 hónapja talán. Ősszel már gondolkoztunk ebben, és aztán így konkrétan gyakorlatilag most így az ünnepek előtt jobban odaálltunk, így jó hónapja, kettő körülbelül. Na, hogy hát ha ennyire friss, ha jól tudom, készültetek valamivel, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy szól ez a duó. Igen. Kérhetem? Sőt, persze. Nagyon nagy szeretettel el fogunk énekelni egy dal, már énekel kicsit kis, Elkésett dal a címe, ez egy saját dal, és ennek ugye nem készült még stúdióverziója, de szeretném a jövőben. Az alkalom, hát ez az első stúdióverzió. Hangszerelve legyen, ne csak zongorával, de zongorával gyönyörű, úgyhogy megkérem Jocót, hogy nyugodtan kezdje el a címetet, Elkésett dal. Halljuk! Magammal zár.
Magamhoz térek a reggeli zajban, kereslek téged, s hangod, hogy halljam. Kétes való, hát ez gyönyörűen szól, köszönjük szépen. Mikorra tervezitek a stúdió felvételt? Jövő évben szeretném ezt a dalt teljes hangszereléssel kivitelezni, és nagyon remélem, hogy majd Jocó ebben segít. Segítségedre. Mert ő egyébként volt eredetileg egy meghangszerelt verzió, amit neki odaadtam. Nyilván egy kis zongora, meg demóvétel volt, és ő belenyúlt és próbált már olyan hang, illetve akkord fordításokat és mindenfélét belevinni, ami nekem nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy majd segítségemre szolgál. Hogy... Amúgy mennyire bonyolult, mennyire költséges egy ilyen stúdió felvétel? Hát ez attól is függ, hogy milyen a stúdió, kivel dolgozunk, mekkora a produkció. Tehát ez olyan, mint hogyha jó bármit, ha jót akarsz, akkor az belekerül nem kevés pénzbe. Tehát... Itthon Erdélyben egyébként, hát itt a vásárhelyen van lehetőség erre. A karácsonyi dalt, például a vokál vételét, azt György Zsolt segítségével készítettük el, aki vásárhelyen egy kis házi stúdióval rendelkezik, de nagyon jó cuccokat beszerzett, már is dolgozik több zenekarra. Illetve az országban nagyon sok helyen el lehet menni, hát Bukarestben te már megfordultál, és ott azért biztos, hogy láttam. Hát elég borsósak az árak. Tehát meg vagyunk győződve, hogy Bukarest drágább, de hát itt Kolozsváron is van, Jocó. Van, igen, vannak. Uh-huh. Elég jó stúdió is van, egy vagy kettő, de tényleg az van, hogy egy profi helyre az ember elmegy, ott ha nincs ismeretség, vagy nincs egy kiépített viszony, akkor... Nehéz bejutni egészen egyszerűen. Hát be lehet jutni, de órabérre megy minden. Horribilis összegek, nagyon gondolom. Fel kell legyen készül a zenész, vagy a zenekar, vagy bárki, aki bemegy a stúdióba, hogy tudja, hogy mit akar, hogy azt mennyi idő alatt tudja kivitelezni, másképp telik az idő, és minden perc. Kötyög az óra, minden perc pénz. Jocó, én úgy beharangoztam, hogy te székelyudvarhelyi vagy, de tehát itt érsz Kolozsváron, ugye? Igen. Te csak a zenéből élsz? Mesélj egy kicsit magadról. Én most igen, jelenleg a zenéből élek. Meg lehet ebből élni? Meg lehet, nehezen, tehát több projektet is
be kell vállalni. Tehát ha én csak azt csinálnám, amit szeretek, akkor nem tudnék csak ebből megélni. Így több szálon, több zenekarban is játszom, meg több helyen is közreműködök, így összejön. De nem, nem könnyű. Jazz zongoristaként mit vállalsz még be? Mert gondolom van, ami rangodon aluli, na hát idézőjelve. Hát, vagy hát lokálokban is fellépsz, erre vagyok kíváncsi. Persze, persze. Uh-huh. Tehát van zenekarunk udvarhelyen, akivel, vagy amelyik zenekarral többször is felléptünk, vagy régen volt Kolozsváron a Swinging Train, most van a Plan B, ami udvarhelyi meg kolozsvári zenészekből áll, és velük játszunk lokálokban is. Hát igazából a jazz műfaja az eléggé kötődik ehhez a lokálokhoz, vagy a hangulathoz. És te, Kati, te is kizárólag te zenéből élsz? Igen, igen, uh-huh. Én már jó ideje. Egyébként ugye a saját projekteim, amit így a médiában, ugye a Karácsonydal is a médiában most már szerepel, így az ünnepek alatt játsszák, itt is, meg Kolozsváron, Vásárhelyen, Erdélyben, és ugye hát én 2 évvel ezelőtt kezdtem el ezt a pályát, és megjelentek saját dalaim, amiket elég sűrűn hallhatott különböző városokban a közönség, udvarhelyen főleg egyébként. Rádiók amúgy folyamatosan sugározzák. Igen, és akkor emiatt ugye vannak felkérések, de hát nagyon, nagyon nagy tapasztalat volt egyébként nekem az, hogy nagy zenekarral is játszhattam, ugye ami a Dalafangot illeti, meg mellette nyilván, hogy Jocóval a saját anyagomat azt éltetem, táplálom, és persze valószínű, hogy majd jövő évben egyébként már van rá kérés, hogy ami engem illet, a saját dalokat, meg a saját anyagot, az nagy zenekarai színpadra vigyem. Uh-huh. Úgyhogy én ezzel foglalkozom most maximálisan. De hogy tudtál 2 év alatt ilyen sokat elérni, azért ez csodálatra méltó, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy lehet bejutni a rádiók repertoárjába. Hát ez egyébként... Bárkitől nem játszanak benne. Nem, ez egyébként úgy működik, nekem van a hátam mögött segítség, tehát van egy kisebb stáb, igen, akik azért ebben segítenek, és nagyon sokat függ a rádiónak a profiljától. Általában mindig megkérdezzük, hogy na ez a dal, mert ugye én a saját stílusomat képviselem, és hogyha a profilnak megfelel, akkor fogják játszani. De mivel én egy kicsit ilyen popos vonalon mozgok, ezzel nem nehéz bekerülni, mert ugye ezek felkarolt stílusok rádiókban, és rendben van. Hát van, a lényeg, van mögötte egy marketing, vagy van egy munka. Így van, tehát azért van munka vele. Tehát nem én megyek kopogtatni, hogy itt a kis dalom, mert azért egy az nagyon, nehéz lenne, vagy nem is nagyon jó szakember elmegy, és ő tudja, hogy ezt hogy kell megközelíteni. De hát nyilván a munka az a munkafolyamat az enyém, és azt én nagyon szeretem most. Újabb a Vásárhelyen Győr Zsolttal dolgozok itt többet, kiemelem, mert ő sokat segített nekem mindenfélébe, főleg az ugye a Fényben, ami a legutolsó dalom volt, és aztán most ebben a Karácsonyi dalban. Úgyhogy csinálom, hát nagyon-nagyon reménykedem, és remélem, hogy azért majd 2 év múlva is ugyanitt ülünk, és akkor majd... Hát kíváncsian várom. Szerzői jogdíjakkal mi a helyzet? Arra is kíváncsi lennék, vagy ez bonyolult kérdés? Egy picit igen, én őszintén megmondom. Nem is szeretsz erről beszélni, látom rajta, én nem is. A zenével foglalkozom, uh-huh. Aztán az ilyen adminisztratív azt részét. Más, az és hála Istennek van, aki intézze, igaz? Így van. Hát van ennek is egy története, de én nem annyira... Hát konkrét jogszabály van. Persze, tehát létezik, kell, csináljuk, de... Úgy szerzőknek, mint zenészek, akik feljátsszák az albumot, tehát... Van, persze. Jó, hát ez egyébként úgy működik, hogy én például a saját dalaimat nyilván levédeném, meg szeretném. Ezt akartam kérdezni, hogy valaki fizet a ti dalaitokért? Uh-huh. Hát mivel kis cipőbe járunk még ilyen téren, ezért annyira nem nagy kaliberű ez a dolog, de uh-huh. Valószínű, hogyha már egy nagyobb média partner, vagy média központ, vagy bárki felkarol egy anyagot, akkor annak már azért van tétje, és akkor oda kell figyelni. Súlya van, értéke is. Hát nem, az eddigieknek is van, csak egy picit kisebb. Körülbelül mozog. Pénzbeli értékre gondoltam. Ja. Igen. Milyen terveitek vannak még, ilyen közös terveitek? Mert látom, hogy nagyon egymásra tudtok hangolódni. Hát ezt a... Én nagyon szeretem ezt a hangulatát ennek a duónak, mert itt igazából én szolgáltatom a zenét, és bele tudok nyúlni dolgokba, kicsit meg tudom változtatni, épp az előadás pillanatában is akár,
Míg egy nagy zenekarral ez nehézkes, mert ott nagyon konkrétan megvan mindenkinek a feladata, azt játsza, azt csinálja. Itt meg kicsit szabadabb, és én szeretem ezt a szabadságot, ezért így... Egyébként én is sokkal jobban szeretem ezt, mint a nagy zenekart. Tehát én, mikor elkezdtem ezt az egészet, úgyhogy élőbe felléptem, ha saját, ha kavar, mindig egy gitár kísérletében volt. Tehát én mindig úgy óvakot, tehát ha nem muszáj, akkor nem kell nagy zenekart, egy hangszer legyen, hogy halljam az akkordokat, és akkor én tudjak figyelni az énekre, mert ott nyilván mások sok mindenre kell figyelni. A zenekarra ez még nekem is, és sokan mondják, hogy hát egy, jaj, nem merek egy hangszerem, akkor majd minden hallatszik, de szerintem sokkal szebb. Hát másabb, tehát megvan mind a kettőnek a szépsége, más, szép, másabb szép világa van hangulata. Ennek. Tiszta. Én most nem értek annyira hozzá, de azt kérdeztem volna épp, hogy ezt úgy inkább klubba tudom elképzelni, tehát egy meghittebb hangulatú zenéléshez, más színpadon fellépni. Ez hogy működik színpadon? Vagy most... Igazából működik teljes koncertet, egy nagyon hosszú, egy másfél órás koncertet így lefedni egy ilyen produkcióval. Nagyon ki kell dolgozni az, hogy izgalmas tudjon lenni, és ezért könnyebb a dolga egy zenekarnak egy nagy színpados fellépésen, mert akkor ott több minden történik egyszerre. Itt meg két emberen múlik az egész, tehát két ember kell vigye a hátán az egész úgymond zenekart, mert itt tulajdonképpen egy kis zenekar, de csak két tagú. Egyébként ami ez a felállás nagyon jól működik az ilyen elegánsabb fogadásokon, ahol ugye szeretik azt, is tudom, hogy igen, van, egy szép hangulat, egy zenei aláfestés, nyilván koncentrálnak arra, amire kell, de egyébként volt már, pont Vásárhelyen felléptünk egy ilyen fogadás alkalmával, és nagyon kellemes volt az, hogy független attól, hogy fogadás is annak van egy jellege, figyeltek arra, mi történik. Úgyhogy, sőt, volt egyszer, hogy leült öt személy, és így nézte, hogy mit csinálnak. Igen, tehát működik. Tehát közönségtől függ, de működik, bárhova lehet szerintem vinni, csak meg kell kapni a célközönséget. Kati, nagyon kevés időnk maradt, de annyira sajnálom, hoztál, nem látom, hogy hol van, egy édes kicsi piros hegedűt. Itt van, nézd csak meg. Na, ja. Mielőtt kérném a következő számotokat, kérlek mutasd be, mert én ilyet még nem láttam, és szerintem a nézők közül is kevesen. Hát ez egy elektromos hegedű. A gyártó az Ness Steinberger, egy külföldi, elég profi cég, és hát eléggé érdekes az alakja, mert ugye mindenki ismeri egy klasszikus hangszer alakot, ennek egy picit ilyen futurisztikus a megjelenése, meg érdekes, de gyönyörű a hangja, és persze technikailag nagyon sok mindenben segít. Uh-huh. Hát halljuk a hangját akkor, és okay. Kérjük szépen a következő dal. Igen, ezt szeretném köszönteni egyébként a stábot, és köszönöm, hogy itt láttam, és főleg a nézőközönséget karácsony alkalmával. Mi is nagyon szépen köszönjük. Hát ez csodaszép volt, még hallgattam volna, nem hirtelen ért véget. Kati Jócón, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és áldott, boldog karácsonyi neked kívánunk nektek. Köszönjük. És még gyertek, várunk szeretettel. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen.